Elnök urat kérdezem, hogyan értékelné az elmúlt hétvégi sakverseny, Gyulán? Tehát elmúlt hétvégén, 2022. február 5-én került megrendezésre a 13. Fajáró Monyászka nemzetközi sakversenyre, és óriási érdeklődés övezte a versenyünket. Elég, ha annyit mondok, hogy 50 versenyző volt jelen, és előtte való nap 10 versenyzőnek kellett, hogy nemet mondjak. Tehát ha időben tudom, hogy hányan vannak, akkor sokkal nagyobb termet kellett volna bérelnünk. Ez az 50 jelenlévő versenyző, ez Magyarországról és Romániából jött hozzánk. Magyarországról természetesen Gyuláról voltak, hál' Istennek nagyon sokan Békés Csabáról, Békésről, Orosházáról, Szarvasról, Makóról, Hódmezővásárhelyről, Szentesről, hiszem ezekről a helyekről voltak, illetve Romániából voltak, Aradról és Pécskáról. Volt 20 felnőtt játékos és volt 30 gyerekjátékosunk, vagy ifjúsági. A játékokat svájci rendszerbe bonyolítottuk le, a felnőttek azok 2x15 percet játszottak, tehát minden versenyző kapott 15 percet, a gyerekek azok pedig 10 percet kaptak fejenként, mint ahogy mondtam, svájci rendszerben. Profiknál három kategóriában, tehát három korosztályban volt egyszer a 4-től 14 éves korosztályig, 14-től 18 éves korosztályig, és volt a 18 évtől 94-es évig, majd azt is elmondom, hogy miért. Illetve az amatőröknél is ugyanígy, 4-től 14, 14-től 18-ig és 18-tól x évig voltak a versenyek lebonyolítva. Na most azért mondtam, hogy 94 éves korig, ugyanis a legfiatalabb versenyzőnk az egy 6,5 éves srác volt, és a korosztályában, ha jól emlékszem, 12 versenyző volt, és ő ebből a 12 versenyzőből 6. lett. Akik idősebbek voltak nála, de mindegy, a tudás az nem korhoz kötött, a saktudás. Illetve a legidősebb versenyzőnk Kovács Pista bácsi volt, tanár úr, Kovács István nyugalmazott testnevelés tanár úr, aki 94 évet már betöltötte, és rendszeres versenyzője a rendezvényeinknek. Szép eredmények születtek, gondolom. Igen, nagyon szép eredmények születtek. Ami lényeges, hogy nem volt lefutott verseny. Még a felnőtt korosztályban, tehát a felnőtt profi korosztályban ott 16 versenyző volt, és nagyon komoly versenyzők voltak. Tehát Békés megyének és a környéknek a legjobb versenyzői itt voltak. Nem mindenki volt itt sajnos, mert sokan nem tudtak eljönni, de a legjobbak közül itt voltak. Többek között itt volt az Udvardi Zalán is, aki megnyerte a 31. Erkel Open-t. Nem volt lefutott verseny, ugyanis a legjobb játékosok, tehát akik megnyerték a korosztályú kategóriáját, egyikük se tudott maximális pontszámmal nyerni. Mert hogyha maximális pontszámmal nyer valaki, akkor az azt jelenti, hogy hát magasan a legjobb is, nincs ellenfele, de nem. Itt kiegyenlített játszmák voltak is, és nagyon kemény játszmák voltak. Még azok között is, akik lejjebb végeztek, tehát az 5.-6. helyen, vagy még hátrább. Tehát nagyon izgalmas játszmák voltak a gyerekeknél is, meg a felnőtteknél is. Tehát nagyon élvezték a játékosok az egész versenyt. Gondolom, hogy az egy
Egyesület égisz alatt történt a szervezés. Hát egy kicsit beszéljünk arról, milyen segítséget jelent ez egyáltalán, milyen cél alakultatok 5 évvel ezelőtt. Most nagyon röviden arról, hogy hogy is alakult ez az egész verseny. 2008-ban volt az utolsó, a 30. Erkel Open. És akkor szerencsém volt, hogy én is elmentem megnézni ezt az Opent, ami csodálatos volt, és engem lenyűgözött. És onnan kaptam az ihletet, hogy hát a magyarországi románság körében is vannak rengetegen, akik szeretnek és jól tudnak sarkozni, hogy mi volna, hogyha én is megpróbálkoznék egy hasonló dologgal. Persze az életben nem fogom utolérni azokkal az emberekkel azt, amit akkor ott láttam, hogy 120 versenyző volt, ha jól tudom, és azok mind profik voltak, tehát nagyon kemény volt. De nem is az a lényeg, hanem az, hogy azokat az embereket, akik szeretnek és tudnak játszani, azokat összegyűjtsem valahogy. És úgy jött az ötlet, hogy na akkor 2009 telén, a két ünnep közé szerveztem egy ilyen versenyt, és hát akkor, ha jól emlékszem, 18-an jöttünk össze. Az csodálatos volt. Úgy örültem, nagyon örültem. És akkor azóta minden évben szervezek, vagy szervezünk, egyet télen, egyet nyáron. Télen van a Fajáromon Jászka verseny, és nyáron pedig a Hocapán Sándor verseny. Voltak, akik mondták, hogy mi volna, hogyha egyesületet szerveznénk, mert csak másabb lenne. Akkor, amikor mondták, ez még az elején volt, én nem éreztem azt, hogy most erre a pár rendezvényre egyesületet kéne szervezni, nem láttam értelmét, de amikor már olyan sokan jelentkeztek a versenyeinkre, hogy több mint 30, több mint 40, meg 50, meg akkor elgondolkoztam, hogy hát nincs honnan kérjek pénzt. Tehát ahhoz már azért komoly anyagi fedezetre van szükség, hogy egy ilyen rendezvényt lebonyolítsunk, ahogy én csinálom. Lehet azt úgy is csinálni, hogy szinte semmi pénz nincs hozzá, de én azt úgy nem szeretem. Én szeretem vendégül látni a versenyzőket, meg azokat is, akik elkísérik a gyerekeket. 2017 márciusában összehívtam a barátaimat, akikkel együtt szoktunk sakkozni, és mondtam, hogy na akkor most van itt az ideje, hogy alakítsunk egy egyesületet. És megalakultunk, és július 17-én, ha jól emlékszem, akkor került rá a pecsét. Tehát most lesz 5 éves az egyesületünk. És akkor hány tag az egyesület, vagy mennyire nyitott, befogadó, vagy csak a hazai románság számára nyitott? Az egyesületünk 17 fővel indult. És azóta sikerült két fiatalt fölvennünk, két olyan fiatalt, akinek a nevét érdemes megjegyezni. Az egyik a Tamás Kornél, aki több mint 2000 ponttal, nem tudom konkrétan, 2230 valahogy úgy van, úgy rendelkezik. Tehát egy nagyon jó versenyző, illetve Gurzó Bence, ő is nagyon jó sakkozó, jelen pillanatban is ott volt köztünk, és ők ketten új tagjaink egyébként. Vannak nem románok is az egyesületünkben, Túróci Géza bácsi, mert hát ő mondhatnám úgy is, hogy tiszteletbeli tag. Ő nagyon sokat segítette, támogatta az egyesületünket azzal, hogy tanácsokat adott, először is, hogy hogy csináljuk a dolgokat, tehát hogy a lebonyolításba, illetve nagyon sokat segített azzal, hogy a sakkészleteket ideadta nekünk, amikor szükség volt arra ugyanis. Hát most hirtelen egy egyesület, amelyiknek nincs arra pénze, hogy készleteket vásároljon, hát egy készlet olyan 25.000 forintba került, tehát óra, bábuk, akkor a vászon, tehát nem kis pénz. És hát most, hogy volt 50 versenyző, 25. És azért az nagyon komoly összeg.
most már az idére koncentráltok, ha jól tudom, akkor több rendezvény is lesz. Mik? Idén ez terv, de szeretnénk, hogyha így sikerülne. Június 11-én, szombati napon szeretnénk megrendezni a 13. Kocopán Sándor versenyt, amelyre mindenkit várunk, tehát ez nem meghívásos verseny, és remélem, hogy elment a híre nagyon sok helyre, hogy milyen jól sikerült ez a mostani Fajaromináska versenyünk, és remélem, hogy nagyon sokan fognak eljönni. Azt remélem leginkább, hogy ez a pandémiás helyzet ez megszűnik most már, mert ez óriási akadályt görgített a minden rendezvény elé. Nem csak a sakk, nagyon jól tudja mindenki, hogy minden kulturális sport és minden rendezvény elé óriási akadályokat görgített. Illetve november 5, 6, 7 és 8-án, tehát szombattól keddig úgy tervezzük, hogy bonyolítjuk le a 32. Erkel Open-t. Na hát, az aztán tényleg még nagyobb lesz, legalábbis remélem, hogy nagyon nagy durranás lesz, mert ezeket így egymásra építjük, és bízom benne, hogy jól fog sikerülni az is. Akkor az Egyesület munkájához is, és a rendezvényekhez is sok sikert. Kozsa János, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.